kísérletes felhasznált eszközök egy üveglombik, üvegcső, amely ugye egy gumidugón keresztül van összekötve az üveglombikkal, ebben víz található. Most a kezem hőmérsékletével elkezdem melegíteni ezt a vizet. Ugye ebben a vékony csőben megjelöltem, hogy hol áll a víznek a szintje. Nézzük meg, hogy mi történik, ha ezt a folyadékot én melegítem, milyen változás fog bekövetkezni. Ugye a melegítés most ugye a kezem hőmérsékletén biztosítja a hőt. Ugye a hőmérséklet változás hatására ennek a folyadéknak, tehát nő a térfogata, és ugye ez a térfogat növekedés most úgy nyilván meg, hogy ebben a csőben, mivel egyébként tele van vízzel a lombik, ebben a csőben fog emelkedni a víznek a szintje. Ugye a hőmérés, tehát a régi hagyományos hőmérők is ezen az elven alapulnak, hogy a folyadékoknak a hőmérséklet változás hatására nő a hosszúságuk. Ugye higanyos hőmérőt használtak régen, sőt manapság is lehet kapni. Felmerül a kérdés, hogy miért nem vizet teszünk bele. Ugye azért, mert ahhoz, hogy a víz hőtágulással szemmel látható legyen, ahhoz nagyon sok időre és nagyon sok hőre van szükség, és tehát ezért nem vizet használnak a hőmérőben.